Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésen, köszöntöm a képviselőtestület tagjait, valamennyi kedves meghívott vendégünket, a jelenlévőket és a kedves televízió nézőket. A jelenléti hív alapján megállapítom, hogy 11 képviselő jelent meg, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a képviselőtestület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Kérdezem, hogy van-e valakinek további napirendi ponti javaslata. Ha nincs, akkor javaslom továbbá, hogy a 15-től 19-ig terjedő napirendi pontokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület, aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze, igen, nem, tartózkodás, nem volt, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, a napirendek megtárgyalása előtt köszöntésekre kerül sor. Felkérem Rózsa Sándor jegyző urat, hogy ismertesse a köszöntötteket. Tisztelt képviselőtestület, köszöntöm dr. Barta Júlia néprajzkutatót, a Szolnoki Damjanics János Múzeum nyugalmazott osztályvezetőjét, aki az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából Jász-Nagykun Szolnok megye történelmi örökségének megőrzését, a nagykunság néprajz és történeti értékeinek kutatását, valamint a magyar-török kulturális és tudományos kapcsolatok építését szolgáló munkája elismeréseként Vitályos Eszter parlamenti és Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkároktól a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át. A Kulturális és Innovációs Minisztérium pesti vigadójában, vagyis a pesti vigadóban 2023. március 14-én megrendezett ünnepségen. A kitüntetéshez az önkormányzat nevében szívből gratulálok, további sok sikert, jó egészséget kívánok. Felkérem dr. Barta Júliát, hogy legyen szíves kifáradni és polgármester úrtól a virágot átvenni. Pánti Ildikó képviselőasszony is szeretnék köszönteni dr. Barta Júliát. Tisztelt képviselőtestület, köszöntöm Örlős Tibor címzetes rendőr főtörzszászlós urat, a Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Rendőrfőkapitányság, Karcagi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya nyomozó alosztályának nyomozóját, aki az 1848-as forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából a Belügyminisztériumban 2023. március 13-án megrendezett központi ünnepségen a rendőrség állományában 3 évtizeden keresztül végzett magas szintű tevékenysége elismeréseként a Magyar Ezüst Érdemkereszt katonai tagozat kitüntetését vehette át Pintér Sándor belügyminiszter úrtól. Az elismeréshez az önkormányzat nevében szívből gratulálok, munkájához sok sikert és jó egészséget kívánok. Felkérem Örlős Tibor címzetes rendőr főtörzszászlós urat, legyen szíves kifáradni és polgármester úrtól az ajándékot átvenni. Tisztelt képviselőtestület, köszöntöm Jenei József rendőr alezredes urat, a Karcagi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztály vezetőjét, aki 2023. február 27-én
Az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Baleset Megelőzési Bizottság 30 éves fennállásának alkalmával rendezett jubileumi ünnepségen ezüst emlékére tárgyjutalmat vehetett át a közlekedésbiztonság javítása és a baleset megelőzés területén nyújtott kimagasló teljesítménye elismeréseként. Az elismeréshez az önkormányzat nevében szívből gratulálok munkájához, sok sikert és jó egészséget kívánok. Felkérem Jenei József rendőr alezredes urat, legyen szíves kiváltó, fogalmas közlekedés. Köszöntöm Kolostyák Ibolyát, a Karcagi Rendőrkapitányság rendvédelmi igazgatási alkalmazottját, akit nemzeti ünnepségünk március 15-e alkalmából az Országos Rendőrfőkapitányság vezetője elismerésben részesített. Az elismeréshez az önkormányzat nevében szívből gratulálok munkájához, sok sikert és jó egészséget kívánok. Felkérem Kolostyák Ibolyát, legyen szíves kifáradni és polgármester úrtól virágcsokrot átvenni. Köszöntöm továbbá Nagy Erikát, a Karcagi Kátai Gábor Kórház anesteziológiai részlegének munkatársát, aki a Magyar Ápolók Napja alkalmából a Vármegyeháza dísztermében a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területi Szervezete ünnepségén a Vármegye ápolója díjat vehette át a betegellátásban nyújtott kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként. Az elismeréshez az önkormányzat nevében szívből gratulálok munkájához, további sok sikert, jó egészséget kívánok. Felkérem Nagy Erikát, legyen szíves kifáradni és polgármester úrtól a virágcsokrot átvenni. Tisztelt képviselőtestület, köszöntöm Kátainé Nyakó Editet, a Karcagi Kátai Gábor Kórház gyógytornászát, aki szintén a Magyar Ápolók Napja alkalmából a Vármegyeháza dísztermében a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területi Szervezete ünnepségén a Magyar Ápolási Egyesület elismerő díszoklevelét és ezüst kitűzőjét vehette át. Az elismeréshez az önkormányzat nevében szívből gratulálok, további sok sikert, jó egészséget kívánok. Felkérem Kátainé Nyakó Editet, legyen szíves kifáradni és polgármester úrtól a virágcsokrot átvenni. Köszöntöm Szopkóné Barta Évát, aki a 2023. március 10-én Szolnokon megrendezett II. Kárpát-medencei gazdasszony találkozón a 2022-es év gazdasszonya elismerésben részesült. Az elismeréshez az önkormányzat nevében szívből gratulálok és további sok sikert kívánok. Felkérem Szopkóné Barta Évát, legyen szíves kifáradni és polgármester úrtól a virágcsokrot átvenni. Köszöntöm Magdáné Szabó Annát, aki szintén a 2023. március 10-én Szolnokon megrendezett II. Kárpát-medencei gazdasszony találkozón ugyancsak a 2022-es év gazdasszony elismerésben részesült. Az elismeréshez az önkormányzat nevében szívből gratulálok és további sok sikert kívánok. Felkérem Magdáné Szabó Annát, legyen szíves kifáradni és polgármester úrtól a virágcsokrot átvenni. Tisztelt képviselőtestület,
2023. február 17-én került megrendezésre a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége által szervezett Legyél te is agrárgépész országos és junior bajnokság csapatverseny döntőjére, melynek helyszínét a Gödöllői Szent István Egyetem biztosította. Az országos döntőbe a Szent Anna-i Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium három csapata is bejutott. A 2022-23-as év Legyél te is agrárgépész országos bajnokságának győztese a Szent Anna-i Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium Kemény Mag csapata lett. A csapat tagjai Csala Dávid Károly, Adamik István, Farkas Máté, Semsei Márk Dávid, Szabó Erik. Második helyen végzett a Szent Anna-i Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium Traktorászok csapata. A csapat tagjai Szekér Bence, Kis János, Kormos Bence, Mile Artúl, Bálint és Úrsz Tibor. Végül, de nem utolsó sorban, a verseny hatodik helyezettje a Váltó Recsegtetők csapata lett. A csapat tagjai Nagy Zsolt, Bökönyi Norbert, Gyöngy Kevin Tamás, Koncz Tibor, Tasnádi Tamás Ádám. A csapatok felkészítő pedagógusai Simon Gyula, Balog István és Futóolajos szakoktatók. Az elért eredményekhez Karcagváros önkormányzata nevében szívből gratulálok, és további hasonló sikereket kívánok a diákoknak és felkészítő tanáraiknak egyaránt. Felkérem a Kemény Mag, a Traktorászok és a Váltó Recsegtetők csapat tagjait, valamint Simon Gyula, Balog István és Futó Lajos felkészítő szakoktatókat, legyenek szívesek kifáradni és az ajándékokat polgármester úrtól átvenni. Tisztelt képviselőtestület, a két testületi ülések közötti fontosabb eseményekről adok tájékoztatást. 2023. február 24-én a Madarász Imre Egyesített Óvoda SZIM óvodájának pedagógusai, az óvodába járó gyermekek és szüleik vidám, jelmezes farsangi sétát tartottak a SZIM óvodától a Kiskulcsosi Általános Iskoláig. Az eseményen jelen volt Szepesi Tibor polgármester úr. Február 25-én a
kommunizmus áldozatainak emléknapján. Megvárjuk, amíg elhagyják a termet a díjazottak. Folytatom, február 25-én a kommunizmus áldozatainak emléknapján az áldozatok emlékére állított kopjafánál Szepesi Tibor polgármester úr és Gyurcsek János alpolgármester úr helyezett el koszorút az önkormányzat képviseletében. Szintén február 25-én a városi sportcsarnokba került megrendezésre a karcagi kolbász ízesítő verseny. A rendezvény Szepesi Tibor polgármester úr nyitotta meg, valamint a díjátadások során is közreműködött. A kolbász ízesítő verseny mellett meghirdetett további két verseny, házi kertésztás, sütemények, valamint a házi pálinkák legkiválóbbjai is díjazásra kerültek. A rendezvényen részt vett Karcagi Nagy Zoltán, Molnár Pál, Nagyné László Erzsébet, Pánti Ildikó és dr. Pintér Zoltán képviselők. 2023. február 28-án Kátai Gáborra, a kórház névadójára, Karcag első tiszti főorvosára emlékeztek halálának 145. évfordulója alkalmából. A déli temetőben található síremléknél az emlékezés koszorúját helyezte el Szepesi Tibor polgármester úr és Nagyné László Erzsébet képviselőasszony, a Kátai Gábor kórház főigazgatója. Szintén február 28-án tartotta összejövetelét a nyugdíjas pedagógus klub, mely rendezvényen Pánti Ildikó képviselőasszony vett részt. Március 1-én Szepesi Tibor polgármester úr lakitelken a Nemzeti Művelődési Intézet Változások vonzásában című magazin műsorának vendége volt, ahol Szabó Györggyel, Jakab Szállás polgármesterével és Szente Bélával, a Csaba Gyöngye Kulturális Központ igazgatójával elismerésekről, közösség megtartó és összekovácsoló rendezvényekről, turisztikai attrakciókról, közösségi terekről, illetve a helyi lakosok megszólításáról beszélgettek. Szintén március 1-én dr. Pintér Zoltán képviselő úr a Bengecseg Alapítvány gazdaházában tartott tudományos előadást, Fabrici Kovács Mihály huszárezredes élete és személyének kutatástörténete címmel. Március 2-án Martfűn a Magyar Közösségépítők Értékszövetségének rendezvényén az önkormányzat által elnyert látópont címet Sári Kovács Szilvia alpolgármesterasszony vette át. Szintén március 2-án Arany János születésének 206. évfordulója alkalmából vette kezdetét az idei Aranyos Napok rendezvénysorozat a Karcagi Arany János Általános Iskolában. A megnyitó ünnepségen Szepesi Tibor polgármester úr és Pánti Ildikó képviselőasszony helyezett el koszorút az iskola aulájában lévő Arany János domborműnél. Március 3-án Kisújszálláson tartotta ülését a Nagykun Hagyományőrző Társulás, melyen Szepesi Tibor polgármester úr vett részt. A társulási tanács ülésén elfogadásra került a társulás 2022. évi költségvetési és működési beszámolója, a 2023 évi költségvetése, valamint döntöttek az ezévi civil szervezetek, hagyományőrző rendezvények és kiadványok megjelentetésének támogatására kerülő pályázati felhívások kiírásáról. Március 4-én a Déridi Kulturális Központban a Varró István Technikum Szakképzés Iskola és Kollégium Szaki 2000 alapítványának szakma jótékonysági bálya, Beregfürdőn, a parkétteremben pedig a Nagykun Vadásztársaság jótékonysági bálya került megrendezésre. Az eseményeken Szepesi Tibor polgármester úr és Pánti Ildikó képviselőasszony vettek részt. Március 14-én a György István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet óvoda 1848-49-es forradalom és szabadságharcon emlékező ünnepségén Pánti Ildikó képviselőasszony volt jelen. Szintén március 14-én a forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztünk. Az országos
hogy az országzászló felmúlása után a Petőfi szobornál ünnepi beszédet mondott dr. Dukai Miklós, a belügyminisztérium önkormányzati államtitkára. A megemlékezésen Tolcsvai Béla Kossuth Díjas énekes zeneszerző műsorát követően Szepesi Tibor polgármester úr, Gyurcserki János és Sári Kovács Szilvia alpolgármesterek helyezték el a tisztelet koszorúját. A megemlékezésen részt vettek és koszorút helyeztek el Molnár Pál, Nagyi László Erzsébet, Pán Tildikó és dr. Pintér Zoltán önkormányzati képviselők. A rendezvény a diákok fáklyás felvonulásával zárult. Március 17-én a Városháza Kántor Sándor termében második alkalommal került megrendezésre a kávészünet elnevezésű rendezvény, ahol a legnagyobb helyi iparüzési adót fizető karcagi székhelyű vállalkozók számára az M4-es út fejlesztéséről tartott előadást Pántya József útépítési beruházásokért felelős helyettes államtitkár. A hazai és európai uniós pályázati lehetőségekről és tapasztalatokról Páli Tamás, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei önkormányzati hivatal térségfejlesztési és külügyiroda irodavezetője, valamint Karancsi Tamás, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei településfejlesztési ügynökség közhasznú non-profit Kft. Ügyvezetője tájékoztatta a megjelenteket. A találkozón Gyurcsek János és Sári Kovács Szilvia alpolgármesterek, Molnár Pál, Nagyi László Erzsébet, Pán Tildikó képviselők vettek részt. 2023. március 18-án Pán Tildikó képviselő asszony vett részt Ferenci Sándorné kutya kiképző Szivárvány utcai telephelyén megrendezett tenyésszemlén. Március 20-án a Madarász Imre Egyesített Óvoda színóvodája öltöz zöldbe zöld óvoda flashmob rendezvényére várta az érdeklődőket a múzeumparkba a tavaszi napi egyenlőség napján. A rendezvényen Szepesi Tibor polgármester úr képviselte az önkormányzatot. Március 21-én a Városháza Kántor Sándor termében tartott a tisztújító taggyűlését a Karcegi Városi Diák Önkormányzat, melyen Szepesi Tibor polgármester úr köszöntötte a Diák Önkormányzat tagjait. Március 24-én a Városháza adott otthont a kazak tiszteletbeli konzulátus fennállásának 25. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségnek, ahol Szepesi Tibor polgármester úr mondott köszöntőt. Az önkormányzat képviseletében Gyurcsek János és Sári Kovács Szilvia alpolgármesterek, Nagyi László Erzsébet, Molnár Pál, Pán Tildikó és dr. Pintér Zoltán képviselők voltak jelen. Március 26-án az Ifjúsági Házban lépett fel a kazak Arnau Etnofolk együttes. A koncerten Szepesi Tibor polgármester és Sári Kovács Szilvia alpolgármester asszony vett részt. Március 27-én Szolnokon a Vármegyeházán került megrendezésre a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Foglalkoztatási Fórum Paktum szervezetének nyitó rendezvényére, melyen az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester úr írta alá a partnerségi együttműködési megállapodást. Köszönöm szépen jegyző úrnak a felsorolást és a tájékoztatást. Tisztelt képviselőtestület! Napi rendelőti kérdések feltevésére van lehetőség. A kérdések megválaszolására a napi rendek megtárgyalását követően kerül sor. Kérdezem, hogy kívánna valaki kérdést. Andrássy András képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselők, tisztelt jelenlévők, tisztelt televíziónézők. Polgármester úrhoz fordulnék azzal a kéréssel, hogy ugye arról volt szó, hogy a rezsi és egyéb okok folytán bezárásra került kettes számú kisposta a Kisfondek között. Amint ezek a problémák megszűnnek, úgy újrakezdi a működését és a lakosság szolgálatába lép. Ezzel szemben azt tapasztaljuk, hogy a postát úgy tűnik véglegesen bezárták. Ez bizony eléggé érinti nem csak az ottani lakosokat, de a város belső lakosságát is, ugyanis elég sokan vették igénybe azt a szolgáltatást ott a kispostánál. Lényegesen kevesebb volt a sorban állási idő, kényelmes volt, gyors volt a kiszolgálás. Nem beszélve arról a környékbeli lakosok, akiknek nem kellett bejönni a városba egy csekkbefizetés okán folytán, hanem a kispostán el tudták intézni a dolgaikat. Én nagyon bízok benne, hogy ez nem egy végleges történet, ez a kisposta újra el fogja kezdeni a munkáját.
arra kérném polgármester urat, hogy nyilván a posta nem az önkormányzat cége, és ugye nem tudunk közvetlenül hatni rá, de kérném, hogy ebbe az ügybe tájékozódjon a postától, és amennyiben lehet hason oda, hogy ez a kis posta újra kezdje el működését, és újra legyen a lakosság szolgálatába helyezve. A másik kérdés, a piaszcsarnok épülete, látható, hogy a tetőszerkezet már több helyen megsérült, beázás is van, erre jó lenne egy kis pénzt találni és megoldani ezt a problémát. Ne romoljon tovább, ha tovább romlik, többbe fog kerülni, kényelmetlen ez a helyzet. Én azt mondom, hogy a költségbevetésben találunk annyi pénzt arra, hogy ezt a problémát megoldjuk, de gondolom a VGV részéről sem lesz ebből probléma. Köszönöm szépen figyelmet. Köszönöm szépen, megpróbálok gyorsan válaszolni, hogy ne kelljen a testületi ülés végéig várni. Kezdjük visszafele a feltett kérdéseket. A piaszcsarnok teteje valóban elhasználódott, szemmel láthatóan, bár alulról tudjuk inkább megnézni, mint fölülről, hiszen ahhoz eléggé kacifántos módon kellene feljutni, és nem is biztos, hogy teljesen baleset veszélyes. Vagy balesetveszély nélkül lehetne ezt megtenni, de látható, hogy valóban elhasználódott, elsősorban azoknál a csavaroknál, csavarfejeknél, amelyek ezt a bádog lemezt tartják a födémhez. Én magam is voltam, egyeztettem az ott árusító eladókkal, és egyeztetünk abban, hogy mindenképpen megpróbáljuk ezt a javítást megtenni, igazgató úrral is leültünk, tájékozottunk, hogy milyen lehetőségeink vannak. Nyilván a költségvetésünk azért megszabja, hogy milyen arányú lehet ez a felújítás, tehát biztos, hogy nem lesz egy átfogó, teljesen tetőcserébe torkolló felújítás, de azokat a hibákat mindenképpen szeretnénk minél hamarabb kijavítani, amelyek a zavartalan árusítást fogják biztosítani. Én azt gondolom és abban bízom, hogy ha lehetőségünk lesz olyan forráshoz, nehogy Isten pályázati forráshoz jutni, amelyből ezt meg lehet tenni, akkor természetesen meg fogjuk tenni, hiszen azért mellette a külső terület árusító helye nagyon jól néz ki, nagyon jól tudják használni, korszerű, mindenképpen szükséges a meglévő piaszcsarnok tetejének, meg nem csak a tetejének, hanem a belső rendezettségének a javításával is foglalkoznunk a közeljövőben. A posta kérdése azért ennyire nem egyszerű. Ugye tájékoztató levelet kaptunk a postától, illetve a fenntartójától, és személyesen is tájékozottunk az alapján, hogy hogyan lehet a postát esetlegesen újra nyitni, milyen feltételei vannak. Ezek a levélváltások folyamatosan zajlanak a posta vezetésével és a fenntartó hatósággal is. Egyelőre ott tartunk, hogy amennyiben az önkormányzat tudja vállalni a posta nyitásának teljes költségét egész évre, akkor tudunk ebben tárgyalni. Most ennek a költsége azért nem egy kis költség, tehát nyilván meg kell néznünk, hogy a költségvetésünkből tudunk-e erre áldozni annak érdekében, hogy a posta megnyithasson. Ezzel együtt természetesen ezekben a levelekben megkaptuk azokat a statisztikai adatokat is, amelyek ezt a döntést esetleg segíthetik. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a kispostának a forgalma, illetve hozzátéve a nagypostának a forgalmát is jelentősen csökkent az utóbbi években. Ugye az online lehetőségekkel, amelyel a posta is élt fejlesztések, tehát azok az online fejlesztések, amelyek a banki átutalásoktól kezdve a különböző levelezési szokásokig megváltoztak az elektronikus felületen, és nyilván ez a jövő, amelyet én azt gondolom, hogy maga a COVID-helyzet is felgyorsított, hiszen a bezártságból, azzal, hogy nem lehetett postára menni, vagy csak bizonyos korlátok között, ez az online használat bizony megnőtt. Tehát szemmel látható és mérhető volt az a posta részéről, hogy a személyi forgalom, tehát a postára belátogatók és ott postai szolgáltatást igénybe vevők köre, az utóbbi években jelentősen csökkent. Nyilván ez nem egyfajta magyarázat arra, hogy aki szeretne elmenni és ott igénybe venni különböző postaszolgáltatásokat, és ezt most nem fogja tudni megtenni, ezt nem fogja megnyugtatni.
Tehát mindenképpen vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy a költségvetésből tudunk-e, és ha igen, akkor mekkora összeget, tudjuk ezt a megfelelő összeget biztosítani a posta újranyitására, és hogy ez milyen időtartamra kell, hogy vonatkozzon. A levelezések folynak a posta vezetésével, nem könnyű a helyzet, azért ehhez hozzá kell tenni, hiszen a képviselő úr is tudja, hogy a költségvetésünk bár stabil, de nagyon kifeszített, tehát mindenképpen egy konszenzusra kell majd jutnunk annak érdekében, hogy lehet-e, ha lehet, akkor mikor, és mennyi időre megnyitni. Mert annak sem látom értelmét, hogy néhány hónapra megnyitjuk magát a postát, utána pedig kénytelenek leszünk, mint önkormányzat visszakozni, mert nem tudjuk finanszírozni. Tehát egy komoly döntést kell majd ebben a kérdésben hoznunk, de az előkészítő és levelező munka, a döntés előkészítő munka ebben az esetben zajlik. Én kérek ehhez egy kis türelmet. További kérdés. Ha nincs, akkor rátérünk a napirendi pontok megtárgyalására. Első napirendi pontunk javaslat a települési támogatások rendszeréről szóló rendelet tervezetre. Tisztelt képviselőtestület, Karcagváros önkormányzat képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. érvű törvény alapján 2015-ben fogadta el a települési támogatások rendszeréről szóló önkormányzati rendeletét, amely tartalmazza és szabályozza a települési támogatásként nyújtató szociális ellátásokat, ezen belül a lakhatási támogatást, a gyógyszertámogatást, valamint a rendkívüli települési támogatásként igényelhető temetési támogatást. Az állami költségvetés a települési önkormányzatok részére a szociális feladataik ellátásához támogatást nyújt, amely a 2023-as évben a 2022-es évhez hasonló nagyságrendű forrást biztosít önkormányzatunk számára is. Tisztelt képviselőtestület, ahogy elmondtam, az önkormányzati rendelet alapján a lakhatási támogatások lejárati ideje 2023. március 31, és ezen időpontig, tehát a holnapi napig nagyságrendileg több mint 400 háztartásnak egy időben szűnne meg a lakhatási támogatása, ezért célszerű meghosszabbítani ezt a határidőt. A jelenlegi hatályos rendeletünk 2015-ös, ahogy mondtam, ezért szükségessé válik egy teljesen új rendeletnek az elkészítése, amely a jelenlegi jogszabályokhoz megfelelően alkalmazkodik. Ez a rendelet tervezet került a mai anyagba kiküldésre. Én bízom abban, hogy mindenkinek sikerült áttekinteni, és azokat a változásokat is megnézni, amelyek ebben a rendelet tervezetben vannak. Elsősorban hasonlóan, ahogy a 2022-es évben, de láttuk, hogy vannak olyan támogatási lehetőségek, amelyekben szükséges, hogy emelkedés legyen ebben az évben, ilyen például a temetési támogatás, hiszen láttuk, hogy ezeknek a költsége megnövekedett, tehát itt mindenképpen szükséges volt a változás. Ezzel együtt folyamatosan vizsgálni kell a rendeletünket, folyamatosan vizsgálni kell azokat a támogatásokat, akár egész évben is, amely a költségvetésünkben rendelkezésre áll, vagy állhat, esetleges más finanszírozással, vagy többletfinanszírozással, de jelenleg javaslom ennek a rendelettervezetnek az elfogadását. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van-e? Kanász Nagy László képviselő. Köszönöm a szót. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim, jelenlévők, tisztelt televíziónézők. Az ügyrendi és jogi bizottság soros ülésén megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Érdemi javaslat vagy elhangzó ellenvélemény nem volt, egyhangulag elfogadta a bizottság, és javasolja a testületnek is az elfogadását. Köszönöm szépen. További hozzászólás. Ha nincs, akkor én is elfogadásra. Bizottság is támogatta, köszönöm szépen. Én is elfogadásra javaslom, aki egyetért vele, kérem kézfeltartással jelezze. Igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra.
Második napirendi pontunk tájékoztató a kül- és belterületi útjavítások szükségességéről és az elvégzendő feladatok megállapításáról. Azt gondolom, hogy ahogy a címben is szerepel, mindenképpen szükséges a kül- és belterületi utak javítása, hiszen az elmúlt évek, és akár mondhatom itt a telet is, bár nem volt nagyon hideg tél, de azok a hőingadozások, és itt ez a legfontosabb, hogy azok a hőingadozások azért eléggé megviselték az úthálózatunkat, és olyan kátyúk keletkeztek, amelyeket mindenképpen szükséges kijavítani. Ez a tájékoztató arról szól, hogy milyen ütemben és milyen kátyúkat kell kijavítani, hiszen az útkátyúzási munkálatokat az egyes számú melléklet, még az aszfaltozási ütemtervet a kettes számú melléklet tartalmazza. Természetesen ezek azok a javítások, amelyek feltétlen szükségesek a hibák miatt, de ez hozzátartozik azért az is, hogy a pályázati lehetőségeink figyelembevételével ennél jóval több út kerül felújításra ebben az évben, mint ahogy a tavalyi évben is. Nem csak a szükséges útfelújítások, hanem azon felül még nagyon sok út, kerékpár út javítása történt meg. Természetes, hogy erre folyamatosan figyelemmel leszünk, figyelemmel lesznek a szakemberek. Vitára bocsájtom az anyagot, kérdés, hozzászólás van. Andrássy András képviselő. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársak, tisztelt jelenlévők, tisztelt televíziónézők. A listából látható, gyakorlatilag szinte minden út és utca javításra szorul a városba, bár a listán jó néhány olyan utcát, illetve utcanévvel nem találkoztam, amiről személyesen tudom, hogy vastagon is javításra hangsúlyozom szorulna. A feltüntetett négyzetméter összességében közel 1900 négyzetméter, az nagyon kevés. Tehát én úgy gondolom, hogy ennél sokkal nagyobb terület az, ami javításra szorulna az utcákba, láthatóan, tehát kézzelfoghatóan érezhető. Az az 5,5 millió forint, nem tudom a városgazdálkodásnak majd mire lesz elég, én nagyon karcsónak tartom, a korábbi években azért jóval jelentősebb összegek álltak rendelkezésre, kátyúzásra. Ez az 5,5 millió forint, és az a 50 tonnányi javítóanyag, hát nem vagyok szakember, de annyit azért tudok, hogy elég szűkösen lesz elegendő, csak a jelzett területek kijavítására is. És akkor még marad bőven olyan utunk, amelyik további javításokra szorulna. Én nagyon tudnám azt értékelni, és nagyon örülnék neki, hogyha pályázat útján, ha bármilyen hasonló témában megjelenő és kiírásra kerülő pályázat, és ott sikeresek tudnánk lenni, hogy további útjavítások és javítások, hangsúlyozom, nem is felújítás, csak javítások kerülnének be, mert bizony erre a városban nagyon nagy szükség van. És akkor még itt a járdák kérdése nem ismerült fel, csak az útról beszéltünk. A járdáink is hasonló rossz állapotban vannak. Én nagyon bízok benne, hogy azért a következő időszakban lesz erre fogható lehetőség, pályázati pénz, kormányzati akarat. A részünkről az akarat gondolom megvan, innentől kezdve csak föntről várjuk majd a áment. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, örülök neki, hogy megismételte azt, amit én is elmondtam, képviselő úr, hiszen ugyanezt mondtam, hogy ezek a legszükségesebb javítások, ettől még többet szeretnénk elvégezni, és nyilván ehhez keressük azt a költségvetési forrást, legyen az pályázat, legyen az más lehetőség, hogy ki tudjuk javítani azokat a szükséges, és akár ebben nem is szereplő feltétlen kátyúkat, amelyek a biztonságos közlekedéshez szükségesek. Képviselő úr is tudja, hogy ahhoz, hogy ez az anyag elkészüljön, ahhoz valamikor el kell kezdeni a felmérést, le kell zárni az anyagot, meg kell írni, ki kell postázni. Sajnálatos módon ezek a kátyúk egyik napról a másikra keletkeznek, mint ahogy láttuk a főközlekedési utakon is. Elmegy egy nagyobb kamion, vagy behajt egy olyan nagyságú tehergépjármű, egy nem az ő
mérete számára tervezett útszakaszra, előfordulhat, hogy egyik napról a másikra kátyú keletkezik. Természetes, hogy nem minden kátyút lehet ennek megfelelően föl leelni, de a szakembereink folyamatosan nézik, hogy hol keletkeznek ilyen repedések, kátyúk, folyamatosan javítják ezt a listát, és folyamatosan tájékoztatják a városgondnokság szakembereit, hogy hol a legszükségesebb, minél gyorsabban beavatkozni. Tehát az is előfordulhat, hogy az aszfaltozási ütemterv, bár ütemtervnek nevezzük, de lehet, hogy egy fontosabb részt hamarabbra kell hoznunk, mint ahogy azt előzetesen ütemeztük, hiszen a közlekedés ezt fogja megkívánni. Tehát biztos, hogy keressük ezeket a pályázati forrásokat, ahogy képviselő úr is elmondta. Hogyha felajánlja a segítséget, akkor szívesen veszük, hogy segítsen a keresésben, úgy, ahogy az előző években is segített a keresésben, bár engem eddig ezzel nem keresett. További kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki támogatja, kérem kézfeltartással jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangúra került elfogadásra. Harmadik napirendi pontunk tájékoztató a város kül- és belvízvédelmi helyzetéről, valamint a további feladatokról. Tisztelt képviselőtestület, a vízgazdálkodásról szóló 1995-ös törvény értelmében a vizekkel és a vízi létesítményekkel összefüggő állami feladatok körében a vízügyi igazgatási szervek végzik ezen feladatot. A települési önkormányzat feladata a fenti törvény bekezdése alapján a helyi vízi közüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozik, a település belterületén a csapadék vízzel való gazdálkodásra, a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról, a vízfogyasztás rendjének megállapításáról, a vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati feladatokról, a természetes vizek, vízfelületek kijelölésével, illetve a helyi vízirendészeti ár- és belvízvédelmi feladatok ellátásáról. A kiküldött anyagban szerepel ennek megfelelően a vízügyi igazgatási szerv, a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság karcagi szakaszmérnökségének tájékoztatója, illetve szerepel a városgondnokság beszámolója. Vitára bocsájtom az anyagot, azt gondolom és azt látom végigolvasva, hogy nagyon részletesen tárgyalja azokat a feladatokat, amelyeket szükséges elvégezni ebben az évben is. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban van-e? Molnár Pál. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, kedves jelenlévők, tisztelt televíziónézők. Egy kedvező fejleményről szeretnék beszámolni, azelőtt, hogy tájékoztassam a képviselőtestületet, hogy a Mezőgazdaság és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, elfogadta és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Menet közben jogszabályi változás és pályázati plusz támogatás megítélése miatt javaslatom lenne a anyaggal kapcsolatosan egy dátumváltozásban, nevezetesen az utolsó oldalon a Városgondnokság az anyagában vállalta, hogy a Észak- és Dél-Újvárosi részen 3.31-ig fogja karbantartani és rendezni a csatornákat, viszont a hosszabb távú közfoglalkoztatás is biztosít embereket a belvíz csatornák, belvízárkok takarítására, és szeretném ezt a határidőt, hogyha a tervezetben, a határozati javaslatban meghosszabbítanánk 3.31-ről 10.31-ére. Ezzel lenne a javaslatom. Meg tudunk ezzel birkózni, ugyanis ezeken a területeken vannak prompt beavatkozások belvizes időszak esetén, és nem is tudnánk megtenni azt, hogy nem vonulunk ide. És ha precízen pontosak akarunk lenni az anyagban, akkor ezt így szeretném, hogyha benne lenne az anyagban, menet közben történt változások miatt. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor szerintem szavazzunk. Én úgy gondolom, hogy tájékoztatóról van szó, tehát nem kell ügyrendi módosítás az anyagban. De én is azt gondolom, hogy célszerű, akkor kérek mindenkit arra, hogy ebben az anyagban
az utolsó oldalon, tehát a határozat előtt a 2023. január 1-től 2023. 10.31-re kerüljön javításra, és akkor ezzel együtt kerüljön elfogadásra a tájékoztató. Egyetértek igazgatóra, hogyha lehetőség van, akkor akár több olyan részt, amelyet javítani szükséges, akár pedig szakszerűbben biztonságosan elvégezni ezeket a munkálatokat. Ha nincs kérdés, hozzászólás, akkor elfogadásra javaslom, aki egyetért vele, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás egyhangulag került elfogadásra. Negyedik napirendi pontunk, javaslat a karcagi tankerületi központ intézmény átszervezés, intézmény szervezési javaslatának véleményezésére. Tisztelt képviselőtestület, a karcagi tankerületi központ intézmény átszervezést kezdeményez a fenntartásában működő Karcagi Arany János Általános Iskola és a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézményekben. A tankerületi központ a 2023 évi átszervezési koncepció elkészítésekor az alábbiakat tartotta szem előtt. A Karcagi Arany János Általános Iskolának a fővárosi ítélő tábla jogerős ítélete és a deszegregációs intézkedési terv végrehajtása alapján történő megszüntetését, illetve a Klebersberg központ kezdeményezésére a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola profiltisztítását, azaz az alapfokú művészeti oktatás alapfeladatát önálló intézményben való ellátásának és ennek feltételeinek megteremtését javasolja. A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a fenntartó a vagyonkezelésében lévő ingatlan tulajdonos önkormányzatának is kikéri a véleményét a végleges döntések kialakítása előtt. Tisztelt képviselőtestület, a javaslatokat megküldte a tankerületi központ az eljárás lefolytatása céljából. Én javaslom a képviselőtestület egyetértését és a 13 pontból álló átszervezési javaslat elfogadását. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban. Pinter Zoltán képviselő. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, tisztelt képviselőtársak, kedves jelenlévők, tisztelt televízió nézők. Ahogy polgármester úr már röviden ismertette, valóban 2023. március 20-án Karcagvárosi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sportbizottságának aktuális ülésén a szóban forgó napirendi pont tárgyalásra került. Hozzáteszem, hogy a Karcagi Tankerületi Központ részéről Sági István tankerületi igazgató úr, illetve szakmai igazgató helyettese Kisnés Ós Ágnes asszony is jelen volt az ülésen. A bizottsági tagok, külső tagok az önkormányzat munkatársai mellett, ugye a tankerületi igazgató úr és szakmai igazgató helyettes asszony referálásával tárgyaltuk a napirendi pontot. A napirendi pont valóban ugye egyetlen javaslatcsomag 13 ponton módosítaná a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti működési rendjét. Jelentős változásról van egyébként szó. Polgármester úr már ismertette ugye a fő változásokat. Egyrészt ugye egy fővárosi ítélőtáblai határozat alapján a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola egyik tagintézményt, az Arany János Általános Iskolát érintő deszegregációs terv végrehajtása, illetve a KI, ami már elnézést, hogy rövidítve mondom, profil tisztításában tulajdonképpen a két oktatási terület ketté választását tartalmazza a javaslat főbb tartalmi elemében. Ez alapján tulajdonképpen a jövőben ketté válna a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, egyrészt Karcagi Elkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, másrészt Karcagi Kovács Mihály Általános Iskola néven, amelynek ugye különböző telephelyei működnének a jövőben. A bizottsági ülés során egyébként maga a bizottság rendkívül fontosnak tartotta, és a tankerület erről biztosított minket, hogy a gyermekeknek, a diákoknak az oktatáshoz való joga nemhogy sérülne, de egyébként pályázati források hathatósabb hozzájutásával, kedvező pályázási feltételekkel, jobb eszközellátással, illetve jobb körülmények között tudják majd a jövőben a karcagi általános iskolásokat oktatni, nevelni, illetve a művészeti iskolában képezni. Másrészt pedig ugyan szintén nagyon fontosnak éreztük a kérdést, hogy mi történik az érintett tanerővel, munkaerővel. Tankerületi igazgató úr biztosította a bizottságot, hogy minden álláshely, minden státusz megmarad, és mindenki ugye a továbbiakban is eredeti funkciójának eleget téve tud dolgozni. Én úgy gondolom, hogy ez alapján tulajdonképpen a javaslat, bár nagy horderejű, de mindenképpen a város, illetve a város diákságának érdekét szolgálja, és tisztelettel kérem a képviselőtársakat ennek támogatására. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm szépen, Pánti Ildikó képviselő asszony. Tisztelt Tóga, Vassar úr, Jegyző úr, képviselőtársaim, kedves jelenlévők! Természetesen nem csak az Oktatási Bizottság tárgyalta, hanem legutóbbi ülésén egy fontos testület, a Nemzetiség Önkormányzat testületének is kiemelt napirendi pontja volt az elmúlt hét folyamán, és mint ahogy kedves képviselőtársam is elmondta, a tankerület részéről a helyettese Sági úrnak vett részt és adott tájékoztatást a bizottság tagjainak, illetve az elnökségnek a részére. És mint ahogy elmondta a képviselőtársam is, a bizottság tagjainak részéről egyetértésre talált és elfogadásra talált az anyag, amely előterjesztésre került. És azt szeretném kihangsúlyozni, amiről ott szó volt a bizottság ülésen is, hogy fontos pedagógiai szempontokat figyelembe vettek, fontos, és ennek egyik pontjaként nagyon kiemelném egykori pedagógusként is, hogy a leendő 8. évfolyam tanulóit, tehát a mostani 7. évfolyam tanulóit, nincsenek sokan, ez is igaz, de egy tanulócsoportba, egy osztályközösségbe helyezik át a következő évtől, tehát a 8. évfolyamot azokkal a tanulótársakkal folytathatják, akikkel ott az Arany János iskolába végezték tanulmányaikat, és én úgy érzem, hogy ez mindenképpen fontos szempont, meg sok más egyéb szemponttal, mert a gazdasági okok mellett a tanulói fiúság részére kiemelten fontosnak tartjuk és tartom valamennyiünk számára a pedagógiai szempontot, főként ha már ez felső tagozatos tanulócsoportokat is ugye érint. Köszönöm szépen, és én is támogatásra javaslom. Köszönöm. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki támogatja, kérem jelezze, igen. Nem. Tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Ötödik napirendi pontunk, javaslat a Karcag belterület 3854 helyrözi számú ingatlan Karcagváros önkormányzatot megillető tulajdoni hányadára vonatkozó elbirtoklási megállapodás megkötésére. Tisztelt képviselőtestület, Soltész Nagy János Károly azzal a kérdéssel fordult a Karcagváros önkormányzathoz, hogy a Karcag belterület 3854 helyrajzi számú ingatlanban lévő és a Karcagváros önkormányzatot megillető 2/14 tulajdoni hányadra vonatkozóan ismerje el a kérelmet benyújtó által, hogy már 15 éve tartó és szakadatlan használatból adódó elbirtoklási tény merült fel, és az ehhez szükséges, tehát az ezt elismerő dokumentum aláírását kéri az önkormányzattól. Erről szól részletesen az anyag. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban? Támogatta. További kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki támogatja, jelezze, igen. Nem. Tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Hatodik napi rendi pontunk, javaslat a Karcag laktanyában lévő 5376/37 helyrajzi számú 55 négyzetméter alapterületű nem lakás céljára szolgáló helység bérbeadására. Tisztelt képviselőtestület, a címben jelzett ingatlan első emeletén lévő 208-as számú 55 négyzetméter nagyságú nem lakás céljára szolgáló helység bérbeadását kérte az Agro-Oroszi Kft. Ügyvezetője. A Kft. Az épület földszintjének egy részét már bérli 2021 óta, így javaslom a kérelmezővel 2023. április 1-től 2027. szeptember 30-ig tartó időszakra a helységbérleti szerződés megkötését a határozati javaslatban foglalt feltételekkel, hiszen egy bent lévő bérlőről van szó, aki egy picit szeretne növelni a Kft. Területén a meglévő működését szeretné bővíteni. Nem volt eddig probléma az ott tartózkodásával, a bérlettel,
a bérleti díj fizetésével, úgyhogy én javaslom a bérbeadást részére. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, elfogadásra javaslom, aki támogatja, jelezze igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Hetedik napirendi pontunk, javaslat a Karcag 7294 helyrajzi szám alatti 15 négyzetméter alapterületű nem lakás céljára szolgáló helység bérbeadására. Tisztelt képviselőtestület, a Karcagváros önkormányzat tulajdonát képezi a címben jelzett ingatlan, amely a Kisújszállási út végén a Volt Szim buszfordulóban található és jelenleg végállomás büfé néven üzemelő egységről szól. A helységet eredetileg Tóth Alexandra bérelte, aki kérelmezi, hogy 2022 után ettől az évtől, tehát 2023. február 2-én benyújtott kérelmében arról tájékoztatja az önkormányzatot, hogy szeretné továbbra is üzemeltetni a végállomás büfét, de most már KFT formájában, és ehhez kérje a hozzájárulást. Mivel nem jogutódról beszélünk ebben az esetben, ezért szükséges az előző bérleti szerződés megszüntetése és egy új KFT-vel kötendő szerződés megkötése, amely szerepel az anyagban is. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Egy jó üzemelő büféről van szó, nagyon sokan keresik, legalábbis aki jár arra, az mindenképpen látja. Nincs probléma a bérlővel, a bérleti díjat rendesen fizette, és amit kértünk is annak idején a bérleti szerződés megkötésekor, hogy ott a területet tegye rendbe és gondozza, ennek maximálisan megfelel, úgyhogy én javaslom a bérbeadás számára. Aki támogatja, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. 8-as napirendi pontunk, javaslat a Karcag Laktanya út egy szám alatt található 5376/40 helyrajzi számú ingatlan versenyeztetés útján történő értékesítésre. Tisztelt képviselőtestület, a Laktanya út egy szám alatt található kivett épület udvar megnevezésű 5643 négyzetméter alapterületű telek ingatlanra érkezett egy ajánlat a szomszédos ingatlan tulajdonosától, amely a beérkezett vételi javaslat alapján 28.215.000 forint plusz áfa lehetőséget biztosít, vagy kérelmet. Önkormányzatunk számára ennek az ingatlannak a vonatkozásában készült egy értékbecslés, melyet minden lehetőséget figyelembe véve, az értéknövelő és értékcsökkentő lehetőségeket is figyelembe véve, az értékbecslés 32 millió forint piaci értéket mutat. Ennek megfelelően, hiszen az önkormányzat vagyonértékesítéséről szóló rendelet szerint bruttó 25 millió értékhatár felett csak versenyeztetés útján lehet eladnunk a területet, így javaslom, hogy a hármas számú mellékletben leírtak alapján bonyolítsuk le ezt a ügyletet. És az önkormányzat, én azt gondolom, mindenképpen alapvető érdekünk az, hogy a rossz ingatlanok hasznosításra kerüljenek. Ez az épület jelenlegi funkciójában eltér azoktól, amire eredetileg épült, és a felújítása óriási terhet róna az önkormányzatra. Így javaslom ennek az ingatlannak az értékesítését és egy zárt körű versenyeztetési eljárás útján történő értékesítését. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom a határozatot, aki elfogadja, jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. 9. napirendünk, javaslat a Varró út egy szám alatti ingatlannal kapcsolatos felújítási munkálatok 50%-ának a bérleti díjba történő beszámítására. A Varró út egy szám alatti ingatlan a Eszen gyermekétkeztetési KFT bérletében van, hiszen az önkormányzat tulajdonát képezi ez az ingatlan, így az önkormányzat feladata ennek az ingatlannak a felújítása, illetve a karbantartása
tekintettel arra, hogy az ingatlan állapota mindenképpen szükségessé tette a tető javítását, ezért szakkivitelező bevonásával, a megfelelő árajánlatok bekérésével a tető szigetelése megtörtént, bruttó 10.146.000 forint értékben, amelynek 50%-át vállalta a jelenlegi bérlő, azzal együtt, hogy ezt a bérleti díjba kerüljön beszámításra. Én azt gondolom, hogy mindenképpen szükséges volt most és azonnal elvégezni ennek az ingatlannak a javítását, és ez egy lehetőség arra, hogy ne teljes egészében az önkormányzati költségvetést terhelje meg. Vitára bocsájtom a napi rendet, kérdés, hozzászólás van-e? Na, nincs akkor elfogadása. Javaslom, aki támogatja, jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. 10. napirendi pontunk, javaslat a Karcag Dózsa György út 2 szám alatti 43 négyzetméter alapterületű nem lakás céljára szolgáló helység bérbeadására. Tisztelt képviselőtestület, a címben jelzett ingatlan bérletére piros Mercedes többek között rendezvény dekorációs bemutató terem kialakítása céljából nyújtott be kérelmet. Javaslom, hogy a kérelmezővel, mivel semmi jogi akadálya nincs, 2023. április 1-től 2029. december 31-ig tartó időszakra a helységbérleti szerződés megkötését a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor támogatásra javaslom, aki egyetért jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. 11. napirendi pontunk, javaslat a Karcag Kálvin utca 39/19/4 helyrajzi szám alatti ingatlan, azaz a víztorony részbeni bérletére a Viacom Kulturális Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel kötött bérleti szerződés meghosszabbításáról szóló 74/2008 képviselőtestületi határozat módosítására. Ahogy a címben is le van írva, egy megkötött szerződés meghosszabbításáról van szó a Viacom Kulturális Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel, aki gyakorlatilag már használja a víztorony tetejét egy átjátszó állomás üzemeltetésére. Én javaslom, hogy a 23. március 29-ig szövegrész helyébe a 2026. március 29, illetve ahogyan azt az előző képviselőtestületi üléseken a bérleti díjra vonatkozóan megállapítottuk az emeléseket, ennek megfelelően a bérleti díj is az emelt összegben kerüljön módosításra ebben a szerződésben. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor támogatásra javaslom, aki elfogadja, jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. 12. napirendi pontunk, javaslat a Karcag külterület 0-20-65/3 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről szóló 51/2023-as KT számú határozat módosítására. Tisztelt képviselőtestület, előző testületi ülésen döntöttünk arról, hogy az úgynevezett fekete tanya részt, amely Karcag külterületén található, Mészáros László részére értékesítjük. Ebben a megkötött szerződésben, illetve a határozatban, a meghozott határozatban szükséges javítani a vételár kiegyenlítésének pontosítását, hiszen itt egy földhivatali ingatlan nyilvántartás bejegyzés módosításáról kell rendelkezni ahhoz, hogy kérelmező hozzájusson ehhez az ingatlanhoz. Kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki támogatja, jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. 13. napirendi pontunk, javaslata, millió lépés az iskoládért kihíváson való részvételre. Tisztelt képviselőtestület, ez egy olyan akció, egy mozgósítási akció, amely mindenképpen
fontos és fontosnak kell lennie a fiatalok, és azt gondolom, hogy nem csak a fiatalok, hanem a város lakossága körében is, hiszen nem csak az iskolások tudnak kapcsolódni ehhez a programhoz, hanem a fiatalokon keresztül akár a szülők, a tanárok, volt diákok, de akár a képviselőtestület jelenlévő tagjai is tudnak kapcsolódni, hiszen egy-egy iskolához kapcsolódva lehet olyan kilométereket gyűjteni, amellyel a benevezett iskolák elérhetik céljukat. Ez a cél pedig az, hogy olyan sportszer csomaghoz, támogatáshoz jussanak, természetesen önkormányzati támogatáson is keresztül, amelyhez nyilván szükség van a képviselőtestület hozzájárulására, hiszen a költségvetésben ennek beépítésre kell kerülnie. De ezen túl lehetőségük van arra is, hogy az országos versenybe bekapcsolódva még további támogatásokat nyerhessenek el iskolájuk számára, vagy nyerhessünk el, hiszen én javaslom a képviselőknek is, hogy csatlakozzunk szülőknek, nagyszülőknek, hogy csatlakozzanak ehhez a felhíváshoz, hiszen egy nagyon szép és nagyon jó kezdeményezésnek tartom én magam is. Tisztelt képviselőtestület, én javaslom azt, hogy támogassuk és kapcsolódjon önkormányzatunk is az iskolák támogatásával együtt ehhez a pályázati programhoz. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van. Molnár Pál képviselő. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, kedves jelenlévők. Nekem annyi kérdésem lenne, én tudok erre a programra, ugyanis két iskolás gyermeknek vagyok a boldog édesapja, és ők már szóltak, hogy jó lenne, hogyha a mobil applikációt letölteném, sikerült is letölteni. Nekem az anyagból nem világos, hogy ez ugye március 14-ig kellett megtenni a programhoz való csatlakozást, hogy ez rossz ez a dátum, hogy csatlakoztunk már hozzá, vagy elírás az anyagban. Én úgy emlékszem, hogy folyamatosan lehet csatlakozni. Ennyi kérdésem lenne, hogy akkor nem határozott. Módosítani a dátumot, lehet, hogy rosszul szerepel az anyagban. Tehát még van lehetőségünk, hogy csatlakozzunk hozzá. 14-ig kellett, szerintem van még lehetőség, én úgy emlékszem. Különben nem hoztuk volna testületülésre, tehát biztos vagyok benne, hogy tudunk csatlakozni. Köszönöm szépen, akkor világos egyetlen. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás, bizottság támogatta, én is támogatásra javaslom, aki egyetért vele jelezze, igen, nem, egy nem, akkor, tehát akkor még egyszer, és akkor kérem, hogy képviselő úr is figyeljen, tehát igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Tizennegyedik napirendi pontunk jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Több határozat, végrehajtott határozat beszámolója van előttünk, összesen 101 jelentés. Kérdezem, hogy bármelyikkel kapcsolatosan valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Hiszen egyben kerül elfogadásra, de előtte mindenképpen szükséges, hogyha valakinek valamelyikkel külön. Akkor ügyrendi javaslat, képviselő úr azt mondta, hogy egyesével. Ügyrendi javaslat? Felhívom képviselő úr figyelmét, hogyha egyesével szavazok, akkor végig is olvasom mindet. Tartja-e még ügyrendi javaslatát? Ha nem, akkor kérdezem még egyszer, hogy bármelyikkel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata. Ha nem, akkor elfogadásra javaslom a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Aki elfogadja, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, a 15-től 19. pontig terjedő napirendeket zárt ülés keretében tárgyalja a képviselőtestület. Tisztelt képviselőtestület, a zárt ülés megtárgyalásának a végére értünk. A testület nyilvános ülés keretében folytatja munkáját. A mai testületi ülésen a napirendi pontok megtárgyalásának a végére értünk.
kérdezem, hogy a következő testületi ülésre, mely munkaterv szerint 2023. április 27-én csütörtökön 15 órai kezdettel kerül megtartásra, van-e valakinek napirendi ponti javaslata? Ha nincs, akkor megköszönöm mindenkinek a jelenlétet, a képviselőtestület tagjainak, a meghívottaknak, kedves vendégeinknek a megjelenést, aktivitást, köszönöm a kedves televízió nézők figyelmét, a mai testületi ülést bezárom, további szép napot kívánok mindenkinek.